A Revans Dáci Sport Egyesület versenyeken elért eredményeiről kérdeztük Polyák Gézát, az egyesület elnökét. A Revans Dáci Sport Egyesület az elmúlt időszakban több versenyen is részt vett és rendezett is versenyt. Ezekről kérdezzük Polyák Gézát, az egyesület elnökét. Köszöntelek, melyek voltak ezek a versenyek, amelyeken részt vettetek? Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket és titeket is. Tulajdonképpen ugye, amikor utoljára itt voltam, arról beszéltünk, hogy a tavalyi évet összefoglalva a csapatbajnokságban a harmadik helyet értünk el, és indulunk tovább a bajnokságba. Ugye a harmadosztályba neveztünk, mivel hogy a másodosztályba egy csapat nem indult, ezért mi nyertük el a jogát, így a Magyar Dárt Szövetség úgy döntött, hogy minket rakott másodosztályba az előző évi eredményünk alapján. Hát ez egy hatalmas előrelépés volt. Ha azt számoljuk, hogy 100 fölötti egyesület van Magyarországon, akik szerepelnek a nemzeti bajnokságban, most az Elit 24-be bekerültünk, ugye első osztályban játszik 12 csapat, és a másodosztályban is 12 csapat. Ennek a versenysorozatnak az első fordulója volt Pesten, ahol úgy látszik, egy kicsit megilletődve játszottunk, ugye még nem játszottunk ilyen osztályban, és azt kell tudni róla, hogy egy 6 fős csoportba kerültünk. A mezőnyt két részre osztották, két 6 fős csoportra, egy A és egy B csoportra. Mi a B csoportba kerültünk, és 5 meccset játszunk egy nap, és 4 fordulóból áll a bajnokság, és az első 4 csapat az tovább jut, az utolsó 2 pedig kiesik. Úgyhogy elég éles a mérkőzés, a forduló. Hála a jó Istennek, a második fordulón már tudtunk javítani, és 4 meccset nyertünk, így most a harmadik helyen állunk a csoportba, 1 ponttal lemaradva Pécs után, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy továbbra is tudjuk ezt a jó játékot tartani, és akkor a csapatbajnokságba, ami a célunk, hogy bent maradjunk a másodosztályba, az sikeresen fog megvalósulni. Első versenyt rendeztetek ebben a szezonban. Mit tudhatunk erről a versenyről, hogy hogyan ízlelett pontosan, és milyen eredményekkel? Hát a Magyar Dárc Ligának a fordulója indult, ugye évelején, ahol mi most áprilisban csatlakoztunk, most tartottuk az első versenyünket, mivel ugye a fő támogatónk az Onyx átépítés alatt állt, így hamarabb nem tudtunk versenyt rendezni. Hála a jó Istennek, hogy ezt most már meg tudtuk valósítani. Nagyon jól sikerült a verseny, 32 főt tudunk fogadni ezen a versenyen, ez limitálva van, mert ugye a felszerelésünk és a táblák alapján a Magyar Dárt Szövetség ezt bekategorizálja, hogy egy versenyszínhelyén hány versenyző indulhat. Mi nálunk 32 versenyző indulhat, pénteki napon rendeztük a versenyt, és azt kell mondom, hogy keddi napon már telve volt a mezőny, úgyhogy teljes létszámmal indult a verseny, aminek nagyon örülünk, mert az első helyezettje Takás Szilveszter, a Revans DS-e játékosa nyerte, úgyhogy nagyon jól indult az első versenyünk. Ezután az egyesületből 2 tag is részt vett egy lakiteleki versenyen, erről mit tudhatunk, és hogyan is zajlott, hogyan sikerült? Nem csak a csapatversenyek, ugye az egyéni versenyek is folyamatban vannak egész évben. Ezt egy kicsit nehezebb, úgymond, az játékosoknak megoldani, mivel hogy nagyon sokan családosok, azért a munkával is ezeket össze kell egyeztetni. Hát most a csapat eldöntött, hogy az első a csapatbajnokság, ugye azon mindenki próbál részt venni, ezen kívül az egyéni fordulókban ki éppen szabad idejének megfelelően tud indulni. Ennek köszönhető, hogy Molnár Róbert és Gurdics Ádám lakiteleken a Szolnoki és a Kecskeméti Egyesületnek egy hatalmas nyílt versenyén vettek részt, ahol egy remek helyezéssel Robi az 3. helyet szerezte meg, és ugyanezen a versenyen volt páros verseny is, ahol Ádámmal indulva 5. helyet szerezték meg. Annyit kell tudni, hogy Robi az egy alapító tagunk és nagyon régi játékosunk. Ő egy nagyon szorgalmas, lehet azt mondani, hogy talán az egyesületnek az egyik legszorgalmasabb játékosa. Mindig szoktuk mondani, hogy a belefektetett munka meghozza az eredményét, úgyhogy ő most szépen hozza az eredményeket. Ádám, ő egy friss játékos, ugye tavaly csatlakozott az egyesülethez, ő még nem igazolt játékos, hanem amatőr versenyekre jár nagy szorgalomba, és akkor ő is hozza az eredményeket, úgyhogy bízunk benne, hogy nem soká ő is a csapatunkat fogja erősíteni. A közeljövőben még milyen versenyekre készültök? Ti rendeztek a versenyt, és tavaly tartottátok az első táborotokat? Ezen a nyáron van-e terben ilyen? Igen, a Magyar Dárc Liga versenyei folynak tovább, az májusban lesz a második versenyünk, ahol bízunk benne, hogy megint teltházzal tudjuk megrendezni. Ezen kívül szeretnénk egy nagy nyílt versenyt rendezni, ennek az egyeztetése még folyamatban van, de itt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 100 fölötti versenyzőt szeretnénk, hogyha olyan helyszínt biztosítanánk nekik, ahol részt vehetnének.
A másik, a tábor, azt mindenféleképpen meg szeretnénk rendezni. Augusztusban lesz, ez biztos. Ugye időpontot még nem tudok mondani, de azon vagyunk, hogy minél hamarabb kiírjuk a nevezést a táborra, és akkor a gyerekek mindennel és a szülők tisztában legyenek, hogy mikor, hol és milyen körülmények között lesz megtartva. Kik is azok, akik támogatják az Egyesületet? Hát igen, ezt mindig szeretjük elmondani, hogy eredményeket nagyon nehéz elérni úgy, hogyha nincsenek támogatók. Ezért szeretnénk megköszönni az Onyx kávézónak, ugye a főtámogatónknak, Kistelekváros önkormányzatának és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek. Sajtótájékoztatót tartottak Kisteleken, több vállalkozó technológiai korszerűsítéssel kapcsolatos projektje kapcsán. A rendezvényen stábunk is részt vett. A Széchenyi Terv Plusz program GINAP Plusz 1.2.1 a 21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása, valamint a GINAP Plusz 1.2.3 a 21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című programok keretében több vállalkozó támogatásban részesült. A pályázatokban eszközbeszerzést, csarnoképítést, képzéseket, tanácsadásokat vagy ezeknek a kombinációját valósították meg. HL Otthon Kft. Technológiai korszerűsítés a HL Otthon Kft.-nél. A HL Otthon Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 112,69 millió forint feltételesen vissza nem térintedő támogatásban részesült. A projekt keretében a fémen munkálás tevékenységre irányuló fejlesztés valósul meg, a szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitásainak bővítése, valamint annak ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt Széchenyi Terv Plusz program GINAP Plusz 1.2.3.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című program keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, melynek kezdő dátuma 2022. március 21, tervezett befejezése pedig 2023. december 31. A beruházás megvalósítási helyszíne 6200 kiskörös külterület, helyrajzi szám 05.62/31 alatt található. Az elnyert Európai Uniós támogatás segítségével a társaság 4 darab magas technológiai színvonalat képviselő eszközzel fejleszti és bővíti meglévő vállalkozását a fémben munkálás területén. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, és egyidejűleg a fémben munkálási tevékenység fejlesztését is megvalósítja. A fejlesztés eredményeként egy lemezhengerítő eszköz, fűrészgép, présgép, és egy lemezpikkelyezőgép segítségével képes ellátni Kiskörös és Bács-Kiskun megye területén a folyamatosan növekvő fémmegmunkálási munkafolyamatokat. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 13 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosít szakmai fejlődési lehetőséget. A környezeti hatások számos esetben befolyásolják a szervezet működését, teljesítményét és vezetését. Mindezen szempontokat figyelembe véve szükségesnek tartják, hogy jelen pályázat keretében stratégiai és üzleti tervezés tanácsadási szolgáltatást vegyenek igénybe. A gyártás optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás megfelelő alapot biztosít a projekt keretén belül beszerzett eszközök szakszerű és optimális kezeléséhez, továbbá a vállalkozásokra kialakított képzési, személyiség és készségfejlesztő programok egy képzési terv készítéséhez járulnak hozzá. A képzés szükséges, mert az elvégzendő feladatokhoz nem elengedőek a rendelkezésünkre álló kompetenciák, ezért a projekt keretén belül képzési szolgáltatást kívánnak igénybe venni, ahol ezen kompetenciákat a munkatársak el tudják sajátítani. További információ kérhető Hajnal Kovács Boglárka ügyvezetőtől. Technológiai korszerűsítés a Vízép Holding Kft.-nél. A Vízép Holding Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 125,26 millió forint feltételesen vissza nem térintendő támogatásban részesült.
A projekt keretében az építési terület előkészítése tevékenységre irányuló fejlesztés valósul meg, a szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitásainak bővítése, valamint annak ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt a Széchenyi Tér Plusz program GINO Plusz 1.2.3 21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című program keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Tér Plusz program keretében valósul meg, melynek kezdő dátuma 2022. március 3-a, tervezett befejezése pedig 2023. június 30-a. A beruházás megvalósítási helyszíne 6766 Dóc, Kispercsórai Tanya, 78 helyrajzi számú, 013/9 alatt található. Az elnyert Európai Uniós támogatás segítségével a társaság 4 darab magas technológiai színvonalat képviselő eszközzel fejleszti és bővíti meglévő vállalkozását az építési terület előkészítési területén. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, és egyidejűleg az építési terület előkészítése, tevékenység fejlesztése is megvalósul. A fejlesztés eredményeként a társaság Vogel Super 800i finishert, egy önjáró betonmixert, egy kotrólrakodógépet és egy elül-hátul vibrációval szerelt csuklós kormányzású tandemhenger segítségével képes ellátni Szeged és Csongrád-Csenád megye területén a folyamatosan növekvő építési terület előkészítési munkafolyamatait. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 29 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosítani a szakmai fejlődés lehetőségét. A marketing tanácsadás és márkaépítés megfelelő alapot biztosít a vállalkozás marketing céljainak meghatározásához. További képzésekkel szeretnék megerősíteni a munkavállalók hatékonyabb munkavégzését. További információk érhető Kovács Sándor ügyvezetőtől. Technológiai korszerűsítés a Kiskun Meridian ZRT-nél. A Kiskun Meridian ZRT az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és Hazai Központi Költségvetési Előirányzatból 124,87 millió forint feltételesen visszanemtérítendő támogatásban részesült. A projekt keretében a máshova nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gépgyártása tevékenységre irányuló fejlesztés valósul meg, a szolgáltatás színvonalának emelése és kapacitásainak bővítése, valamint annak ökológiai lábnyomának csökkentése által. A projekt Széchenyi Tér Plusz program GINO Plusz 1.2.3.21 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című program keretében valósul meg. A projekt a Széchenyi Tér program keretében valósul meg, melynek kezdő dátuma 2022. február 25. tervezett befejezése, pedig 2024. február 22. A beruházás megvalósítási helyszíne 6100 Kiskunfélegyháza, 3. körzet Tanya, 173 helyrajzi számú, 0336/38 alatt található. Az elnyert Európai Uniós támogatás segítségével a társaság 7 darab magas technológiai színvonalat képviselő eszközzel fejleszti és bővíti meglévő vállalkozást a máshová nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gépgyártása területén. Az elnyert támogatás továbbá megfelelő alapot biztosít a megrendelői kör bővítéséhez, és egyidejűleg a máshová nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gépgyártása, és egyidejűleg a máshová nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gépgyártása, tevékenység fejlesztés is megvalósul. A fejlesztés eredményeként a társaság kézi lézerhegesztőgépet, hengeres lemezhengerítőt, egy főtartós híddarút, egy 3D-s nyomtató és fejpaj segítségével képes ellátni Kiskunfélegyháza és Bács-Kiskun megye területén a folyamatosan növekvő igényt a máshová nem sorolható egyéb általános rendeltetésű gép gyártására. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 21 darab munkahelyet tud megőrizni, illetve munkavállalóinak képzés és tanácsadás igénybevételével biztosítani a szakmai fejlődés lehetőségét. A nyelvi képzés igénybevételével a külföldi piacon gördülékenyebben tud majd megjelenni. További információk érhető Janó László vezérigazgatótól. Majd a pályázatban megvalósítandó tevékenységeket, a beszerezni kívánt eszközöket, a projekt várható eredményeit mutatták be. Egy pályaorientációs napon vehettek részt a gyerekek a Délgazda mezőgazdasági szaküzletben. Schmidt Alexandrát, a bolt munkatársát kérdeztük erről.
Egy pályaorientációs nap részeként a Délgazda mezőgazdasági szaküzletbe látogatnak általános iskolai diákok. Erről kérdezzük Schmidt Alexandrát, a Gazdabolt munkatársát. Köszöntelek! Mit tudhatunk erről a napról, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy ide a Gazdaboltba látogassanak? Én is köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Igazából ez a pályaorientációs nap, ez egy pályázat keretében valósult meg. A pályázó azok nem mi voltunk, hanem a Kistelek környéki több célú társulás, akik az Integrált Térségi Gyerekprogram Kistelekjárásban nevezettű pályázatot nyerték el, és ennek a programnak a keretében kerestek fel bennünket, hogy fogadunk-e gyerekeket annak érdekében, hogy egy kicsit megmutassuk, hogy mi mivel foglalkozunk, milyen munkakörök vannak nálunk, milyen tevékenységek vannak, illetve hogy is néz ki gyakorlatilag ez az üzlet, illetve az értékesítésnek a folyamata, valamint hogy milyen irodai tevékenységek vannak nálunk. 6 csoportot fogadunk, ilyen 8-10 fős csoportokban érkeznek a gyerekek, körülbelül egy olyan óra másfél, amíg körbevezetjük őket, megmutatjuk nekik, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, ugye a targonca, a béka, tehát minden olyan, ami ugye a rakodást segíti elő, van lehetőség arra, hogy bemenjünk az üzletbe, a növényvédőszereket, műtrágyákat nézzük meg, utána az öntözést, technikai részlegünket, aztán megmutatom a raktározást, ott beszélek egy kicsit arról, hogy milyen raktározási szabályok vannak, ugye például, hogy mi hogyan tároljuk ugye a veszélyes árukat, és aztán pedig az irodaházat nézzük meg, hogy ott milyen tevékenységek vannak, illetve hát betekinthetnek egy kicsit az ügyvezetőnek az irodájába, ami mindig nagyon nagy sláger a gyerekek körében, úgyhogy igazából ez az, amivel mi hozzá tudunk járni ahhoz, hogy ez a pályázat ugye megvalósuljon és sikeres legyen. Mindig el szoktam mondani a végén a gyerekeknek, hogy én hogy kerültem ide ehhez a céghez, milyen út vezetett ide, milyen iskolákban tanultam, és a vége egy kicsit ilyen beszélgetős jellegű. Megkérdezem, hogy ők is merre orientálódnak, és egy kicsit átbeszélgetjük itt a tapasztalatokat, amit ugye én, mint már munkavállaló tapasztaltam életem során, és egy kicsit bíztatom őket arra, hogy ne féljenek a továbbtanulás lehetőségétől, illetve hogyha véletlenül nem a jó szakmát választa a diák, akkor ne féljen váltani. Szokott lenni a programunknak a végén egy játék, egy kirakós játék, ami igazából nem versenyre megy, és nincs neki jutalma sem, pusztán annyi, hogy plusz információkat tudnak a kirakott kép alapján megtudni a cégről, illetve van egy plakát is, amit elkészítettünk, ahol bemutatjuk azt, hogy mi ugye most voltunk 5 évesek, hogy a kezdetektől fogva milyen út és milyen fejlődéseken mentünk keresztül, ahhoz, hogy megkapjuk azt az üzletet, illetve azt a munkakörnyezetet, amiben ugye most dolgozunk. Az egész programnak a vége azzal zárul, hogy a gyerekek kapnak egy kis ajándékcsomagot, nem kell nagy valamire gondolni, tényleg csak egy kis apróság van benne, de ennek is nagyon szoktak örülni. A lejáró okmányok érvényességével kapcsolatosan kérdeztük dr. Szalai Gabriellát, a Kisteleki Járási Hivatal vezetőjét. Június 30-áig érvényesek a koronavírus járvány miatt a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok, köztük a személyigazolványok, a jogosítványok, útlevelek és a forgalmi engedélyek. A kormányablakok munkatársai folyamatosan végzik az okmányok cseréjét. Csongrád-Csanád megyében május 2-ától kormányablak busz is rendelkezésre fog állni a kis településeken élők számára. Szeretném azt elmondani, hogy a veszélyhelyzet miatt meghosszabbította a kormány a személyi okmányok érvényességi idejét, ami konkrétan azt jelenti, hogy 2020. március 11, valamint a 2022. május 31-i közötti időtartamba lejáró személyi okmányoknak a hatája, tehát az érvényességi ideje, az 2022. június 30-ával lejár. Tehát
Itt a személyigazolványról, az útlevélről, valamint a vezetői engedélyről van szó. Célszerű otthon megnézni ezeknek az okmányoknak az érvényességi idejét, és mielőbb fölkeresni valamelyik kormányablakot, esetleg időpontfoglalással, de időpontfoglalás nélkül is fogadjuk az ügyfeleket, illetőleg májusban lehetőség nyílik arra, hogy a kormányablak buszban is intézzenek ügyet az ügyfelek, ugyanis május 19. napján reggel Csengelén kezdünk ügyfélfogadással, majd Pusztaszerre megyünk át, és délutáni órákban pedig Balástján teljesítünk szolgálatot, majd pedig 20-án, május 20-án a pénteki napon Bakson kezdünk, és utána Ópusztaszerre megyünk át ügyfelet fogadni. De fontos tudni, hogy egyéb okmányok esetén viszont más határidőkre kell figyelni. Fontos tudni az egyéb okmányok esetében, hogy a 2020. március 11 és 2020. június 3, illetőleg 2020. november 4 és 2022. május 31 között lejárt egyéb okmányok szintén csak 2022. június 30-ig érvényesek, azonban a két időszak között 2020. június 4 és 2020. november 3 között lejárt egyéb okmányok pedig már jelenleg sem hatályosak. Ezek közé az egyéb okmányok közé tartozik például a parkolóigazolvány, illetőleg érdemes megnézni a járművek műszaki engedélyét, ugyanis ha műszaki lejárt, akkor először a műszaki hatósággal kell fölvenni a kapcsolatot, és utána lehet nálunk időpontot foglalni, vagy ügyintézés céljából megjelenni. Időpontot foglalni a 1818 ingyenesen hívható központi telefonszámon van lehetőség, illetőleg az ügyfelek figyelmébe ajánlanám, hogy a kormányablak.hu oldalon pedig tájékozódhatnak az iránt, hogy melyik kormányablak hogyan tart nyitva, illetőleg, hogy a kormányablak busz éppen hol teljesít szolgálatot. Közlekedésbiztonsági vetélkedőre hívja a családokat a Csongrád-Csereny megyei Balesetmegelőzési Bizottság. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. A körültekintő megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak is érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra megismételniük. A személyi sérüléses balesetek megelőzése érdekében 2022. május 28-án Szegeden a Napfénypark bevásárlóközpont parkolójában szervezzük meg a Közlekedik a család közlekedési vetélkedőt. A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhelyre rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes B-kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6 és 17 év közötti gyerekeket nevelnek. A vetélkedő célja, hogy közlekedők széles rétegeinek gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető utas figyelmét ráirányítsuk a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére. A rendezvényen a családok kreszt és elsősegélynyújtási tesztet töltenek ki, majd a szülőknek egy ügyességi pályán kell feladatokat végrehajtaniuk személygépkocsival, míg a gyerekek szintén ügyességi feladatokat hajtanak végre kerékpárral. A dobogósok értékes vásárlási utalványokat nyerhetnek, továbbá a legeredményesebb család Csongrád-Csanád megyét képviseli a verseny országos döntőjén, amely az ORFK OBB szervezésében Somogy és Fejér megye területén 2022. augusztus 26 és 27-e között kerül megrendezésre. Az országos verseny fődíja egy Skoda Fabia személygépkocsi. Egy család csak egy megyei versenyen indulhat, és egy személy kizárólag egy családtagjaként vehet részt a versenyben. A versenyen csak az vehet részt, aki teljes csapatlétszámmal a verseny kezdetekor versenyzésre alkalmas fizikai és mentális állapotban jelen van a versenyhelyszínen. A versenyhez utólagosan csatlakozni nem lehet. A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vehetnek részt, 18 éven aluli személy kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával vehet részt a versenyen. A törvényes képviselő felel az által a versenyre nevezett 18 éven aluli gyermek mentális és fizikai alkalmasságáért. A versenyre 6 évesnél fiatalabb személy nem nevezhető, a továbbjutás esetén a csapat összetétele nem változtatható. A vetélkedő időpontja 2022. május 28-a. A versenyre jelentkezni lehet a verseny honlapján, a verseny napján, a helyszínen személyesen, valamint elektronikus úton.